Különleges programot szervezett a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület az éppen látogatható Más a férfi, más a nő című kiállításához kapcsolódva a Nagy Balogh János kiállítóteremben. Az egyesület két művésze, Horváth Péter fotográfus és Németh Róbert grafikus művész, arról tartottak interaktív bemutató előadást, hogyan, mire lehet használni a modern világ eszközeit ma a művészetben. Annak idején, amikor a fényképezést kitalálták, akkor a festők elkezdtek rájösszékelni, hogy most aztán vége a világnak, hiszen a fényképezőképpen a fény maga rajzolja a képet, és akkor aztán itt nem vége mindennek. Hát francot lett vége, hanem ilyen fura párhuzamos fejlődési folyamatok indultak be. A kezdetben a fotográfusok, hogy bizonyítsák, hogy ez a fényképezés művészet, elkezdtek úgy fényképezni, mint ahogy a festők képein látták. Aztán jóval pár évtizeddel később kitalálták a szürrealisták, a fotorealisták, hogy olyan képeket festenek, ami úgy néz ki, mintha egy fotó lenne. Aztán a képzőművészek elkezdtek fotót használni, a fotográfusok elkezdtek belefesteni a képeikbe. Tévedés az, hogy a fényképezés valamilyen pillanatnyi művészetnek, vagy a pillanatművészetének nevezik. Sokkal fontosabb az, hogy milyen gondolatok vannak, milyen gondolatok vezetik a szerzőt ahhoz, hogy akkor ott azt a képet is úgy megcsinálja. Fotós fejében soha nem szabad, hogy az legyen, hogy most én megragadom a lényeget, hanem törekedni kell rá. Tehát nagyképű dolognak érzem azt, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő most megragadta a végtelent, a tökéletességet. Engem, ha valami vezet a fényképezésben, akkor az egyfelül a kíváncsiság, másfelül pedig a kételkedés, hogy igaz ez, tényleg így van, tényleg az a valóság, amit én látok, tényleg az igaz, amit én annak gondolok. A Balázs Béla díjas fotográfus dupla expozíciós helyszíni portrékat készített a vállalkozó szellemű jelentkezőkről, amelyeket a helyszínen azonnal ki is nyomtatott. Arra próbáltam fölhívni a figyelmet, hogy minden valóságos helyzetnek akár több értelmezési lehetősége is van. Hát, hogy nem, nincsen egyetlen végső igaz pillanat, hanem még egy percen belül is valaki más fényben, más szituációban más lesz. A jó képhez nem elég a modern kamera, nélkülözhetetlen a gondolat, a mondani való, az érzékeny saját látásmód is. Ezek nélkül nem születik meg a műalkotás. Igaz, néha lehet ez sem elég, kell hozzá a szerencse is. Többek között ezért készít Horváth Péter legszívesebben képsorozatokat, melyek közül pár a Más a férfi, más a nő című kiállításon is látható. Ugyanígy nem elég a számítógép, sem a mesterséges intelligencia, amivel ma már szinte mindent meg lehet valósítani a képalkotás területén, ha nincs egy üzenet, mondani való, egy ötlet a kép mögött. Amit Péter elmondott, azzal maximálisan egyetértek. Én is ezt mondom mindig. Tehát, hogy vannak eszközök, az eszközök befolyásolják azt, hogy milyen művészet keletkezik belőle. Az én életemben, tehát egy olyan szerencsés korban születtem, és egy olyan szerencsés korban élek, ebből a szempontból legalábbis, hogy két olyan dolog történt, ami gyakorlatilag az emberiség történetében egy-egy lépcső. Az egyik az internet, a másik pedig a mesterséges intelligencia. Szerintem ez egy nagyon új, izgalmas eszköz, és most megtanuljuk majd használni, ahogy az internetet is. Az is megtalálta az emberek életében a helyét, ez is megfogja. Milyen skill-ek kellenek ahhoz, hogy a mesterséges intelligenciával maradandót alkotni? Én nem tudom, a 60-as évek óta azért vannak konceptuális művészek, akiknek nem számít a manualitás. Vagy Marcel Duchamp, akiről az előbb beszélgettünk, nála se számított a manualitás. Én azt gondolom, hogy nem csak egyfajta művészet van. Van manuális művészet, van szellemi művészet, lehet ilyen is, olyan is. Kell-e félni tőle? Hát ettől, amit, tehát a képgenerálástól biztos, hogy nem. Az, hogy mi lesz a mesterséges intelligencia jövője, hát szerintem aki ezerszer jobban értenek hozzá, meg közelebb annak a tűzhez, azok se tudnának semmi értelmeset mondani.
Egyelőre ez a típusú mesterséges intelligencia, amiről én beszéltem, meg amit még látunk, ez ilyen speciális feladatokra elkészített, tulajdonképpen egy ilyen nagyon fejlett számítógépes program. Ez még nem az, ami majd átveszi a hatalmat, meg ami a Skynet, a Terminátorból, meg mit tudom én, tehát az még nincs kitalálva. Németh Róbertnek három nagyméretű valódi fényképnek tűnő, nőt ábrázoló képe függ a kiállítótér falán. Előadásában, melynek címe Artpokalipszis, a mesterséges intelligencia, mint képzőművészeti eszköz, számos érdekes, gyakorlati információt és lehetőséget mutatott be. Azt kell megérteni, mivel rengeteg változó van, ezért az a kép az mindig más lesz. Soha nem lesz ugyanolyan. Ezért lehet... Az enyém az a kép, amit én generálok vele, mert más ugyanazt a képet még egyszer soha nem fogja tudni generálni. Mindig lesz benne valami kis különbség, vagy nagyon nagy különbség. A Kispesti Helikon Kulturális Egyesület férfi képzőművészeinek kiállítása január végéig volt látogatható, de az Egyesület 23 alkotójának munkáját bemutató jubileumi tárlat egész februárban várja a látogatókat a Vekerlei Kultúrházban. Hát